és egy újabb bemutató összecsapáson 60 kilóba lépünk föl. Piros sarokba Pál Norbert, a Vasas kiválósága, a kék sarokban pedig Balog Dávid, a Kőbánya öklözője. Balog egyébként serdülő országos bajnokság második helyezett volt. Érdemes lesz majd odafigyelni rá, de Pál Norbertet sem kell félteni. Nézzük, hogy a két junior sportoló mire megy egymásra a ringbe. Szintén 3x1 perc lesz az összecsapás 60 kg-ban. Tehát a kék sarokban Balog Dávid, Kőbánya versenyzője, serdülő országos bajnokság második helyezett, még a piros sarokban a Vasas kiválósága Pál Norbert, 60 kg bemutató mérkőzés. És mindjárt kezdjük az első menettel. Pál már bent van középen. Balog fogvédőjét igazgatják, illetve fejvédőjét, ha jól látom. Most már elkészült a mester, ő is beérkezhet középre. És akkor jöjjön a gong, és vele az első egy perc. Hajrá, fiúk, mindent bele. Akkor nézzük. Pál szurkál ballal. Bal jobb most már. Balog szépen veri keresztbe, ügyesen hajol el. A fiúk sem szórakozok sokat a másik felmérésével vagy taktikázással. Kihasználják ezt az egy percet elég rendesen. Könnyeden hangzik az edzői utasítás. Itt talán feszültek kezdettek. Balog ment először balra a feje, majd jobbra a testre. Pál ügyesen mozog el egyelőre. Most az első néhány másodperc őrült rohama után most tényleg az edzőkre hallgatva taktikusabb stílus vesznek fel a fiúk. Pál ügyesen hajol el, Balog próbált egy bal csapottal válaszolni, nem talált. Megint ügyesen hajolt el Pál Balog kombináció elől. A Balog lenne egy picit a kék sorokba kezdeményező. Ő ütött eddig többet, még ha kevesebbet is talált. Pál eddig szépen mozog el, most ennek ellenére ő indul, de Balog ügyesen kerül ki a támadást, és jön ki a sarokból, nagyon szépen mozgott el. Kőbánya kiválósága. Újra beszorítja Pált piros sarokba, illetve a kék sarokba. Ügyesen mozog ki a Vasas versenyzője. Nem talált ez a kombináció Balogtól. Pál megint jól mozog el, de most a sarokból talán nem annyira lesz könnyű. De mire ezt kimondtam, már ki is jött. Megint Balog bal jobban indít. Szépen hajolt el Pál. Újra Balog indít, egy hármas kombinációval, fönn volt a kettős felezék, nem tudott nagy kárt okozni Pálba. 10 másodperc van vissza a menetből. Ó, nagyon szép jobb csapot volt Balogtól. A játékvezető rá is számol Pál Norbertre. Egy szép kontratámadás végén Balog Dávid egy jobb, egy csapottal szépen keresztbe talált, és ezzel is ér véget az első menet. Hát akkor ez egyértelműen. Nem kell gondolkodni, ki élet. A kék sarokban levő serdülő országos bajnok második, hát nem hiába. Balog Dávid. Pál Norbertnek így a menet végén nem hiányzott ez a szintiszta találat, ami egy, talán egy picit meg is fogta, úgy ezért is számolt rá a játékvezető. Ez ugye mégis szóval két menet. Kb. Jelen érem. Következik a második menet. 10 másodperc. És következik Balog és Pál. Második. Második 2 perc következik. Balog és Pál között. Az első menet végén Balog Dávid egy szép csapottal mutatta meg, hogy miért lett serdülő országos bajnoki második helyezett, rá is kellett számolni Pál Norbertre. Folytatódik a küzdelem. Most inkább akkor Pálnak kéne előre menni, hogy behozza a pont hátrányát. Nagyon ügyesen mozog mind a két fiú lábbal. Jól hajolnak el. Érett tökölvívást mutatnak be. Balog táncol.
próbálja Pál megbontani a kettős fedezéket, de nem sok sikerrel. De most határozottan ő a kezdeményezőbb a második menetben. Főleg a Balogin egy kombinációval. De itt is helyén volt Pál védekezése. Föli ezt fejre, majd lejön teste Balog. Balossal. Szépen keresztbe veri ballal Pált, amikor kezdeményezne a vasas versenyzője. Most szépen találnak mind a ketten. A második menet eddig kiegyenlítette a küzdelmet, az első egyértelműen jobb volt Balog. Végén megkoronázva azzal a csapottal. De most Pál Norbert is felszívta magát, és úgy jött ki a második menetre. Akkor, amikor már csak kevesebb, mint fél perc van vissza ebből a roundból. Egy fokkal talán frissebbnek tűnik Balog. Jobban is gyorsabban mozog. 10 másodperc és vége. Gyönyörű, jobb egyenes, szintisztán talált Balogtól. Nem volt a helyen éppen Pálnak a védekezése. És vége a második két percnek. Hát talán egy fokkal ez is Balogé volt. Ez a menet. Nagyon nagy csodát kéne tennie Pál Norbertnek, a vasas öklözőjének, vagy hogy forduljanak az események. Most ilyen mestere mutatja, hogy talán érdemesebb lenne orgokkal, vagy egyéb kombinációval készülni az utolsó két perce Balog ellen. Következik a harmadik és egyben utolsó menet. Pál Norbert Balog Dávid bemutató mérkőzésről, 60 kg-ba, 3x2 perc. A Vasas, illetve a Kőbánya, a két fővárosi egyesület sportolója méri össze erejét. Egyelőre a kék sarokban Balog Dáviddal jobban. Az első menet végig rá is kellett számolni Pál Norbertre egy szép csapottat követően. És most jön az utolsó két perc. Próbálja kombinációkat ütni Pál. Beszéltek a sarokban a mesterrel. Balog ügyesen mozog el, közben szurkál ballal, mindig nem hagyja kibontakoznia a vasas versenyzőjét. Megint ott a szép bal, sőt most a bal jobb. Jó kombinációkat itt Balog szépen táncol ki. Mindig amikor kell, nem marad benn. És följön test, fej, megint fej. Közben Pál próbál kombinációt ütni. Egyik srác se hagyja magát beszorítani a sarokba. Ahogy nézem, fejvédő igazítás kell Pár Norbertnél. Kicsit kijebb jött a kötés, és már majdnem belelógott Pál szemébe. Ezt most a játékvezető megigazította. Mehet tovább az összecsapás. És már mehet tovább, akkor meg ketten bekezdtek. Balog megy előre. Pál most szépen keresztbe támadta. Súlyos találatokat még mindig nem tudott elhelyezni Balog testén vagy fején. A bal kombinációval nyitott a serdülő bajnoki második. Megvan a fogás, közben adkozik a bíró. Szól Balognak, hogy ezt nem kell a jövőben erőltetni, és mehet tovább. Az utolsó menet, utolsó fél percére fordultunk rá. Szép ütés Páltól. Balog jól tartja a pozíciót, jól mozog el. Nyitott ki magából, amennyi szükséges. 10 másodperc és vége lesz a mérkőzésnek. És még valamelyik fiú varázsolt valamit. Balog itt ballal, jobbal. És ebben a pillanatban vége. Várjuk az ítéletet a pontozó bíróktól. Hamar lekerül a fejvédő a fiúkról. Lassan a kesztyű is. A mérkőzés vezetője begyűjti a pontokat, az információkat. És akkor halljuk, mi a verdikt. Bemutató mérkőzés, láthatunk, az eredmény eldöntetlen. Döntetlen. Döntetlen lett a mérkőzés vége. Tehát úgy látták a pontozók, hogy mindkét fiú ugyannyit tett,
sikerért. Gratulálunk mind a Vasas, mind a Kőbánya öklözőjének. Ütős kis 3x2 percet mutattak itt a közönségnek.